Április vége. A kis somjó oldalát a hegyi kökörcsin virágai díszítik. A kökörcsinek látványosan fel vannak készülve az imankós időjárásra, sűrű szőrzet védi őket a hidegtől, széltől. Erre minden okuk megvan, mivel Csíkországban április végén, május elején is visszaköszönhet a tél. A gyanútlanabb gyümölcsfák felkészületlenül borultak virágba. Az énekes madarak visszatérnek az etetőre. Egymással versengve próbálják feltölteni magukat az életmentő kalóriákkal. Csízek, cinkék, tengelicek, zöldikék és fenyőpintyek lakomáznak. A Csíki-medence ismét fehérbe öltözik. Visszatér a tél. A felkészültség eredményt hoz. A kökörcsinek már túl vannak a virágzáson, és termésben dacolnak az időjárással. Lassan, de eltökélten kiemelkednek a hóból, és tovább érlelik terméseiket. A hargitán eközben méteres hó alatt még szóhoz sem jutott az élet. A Csíki-medence Románia egyik leghidegebb lakott területe. Nem annyira tengerszint feletti magassága, mint inkább medence jellege magyarázza a csíki hideget. Télen jellemző a hőmérsékleti inverzió, a hideg levegő hetekig megüli a medencét. Ilyenkor gyakran mínusz 20 Celsius fok alá süllyed a hőmérséklet, ritkábban mínusz 30 fok alá is. Nem csak hideg van, de jóval hosszabb ideig is tart a tél itt, mint Erdély más részein.